és természetesen erről a témáról beszélünk mindjárt, vagy legalábbis ezzel kezdjük Szabó Rebekával is, akivel egyébként azért beszélgetünk itt ma reggel, mert hogy az oroszok Spájzban létéről is nem olyan régen sajtótájékoztatót tartottak, de kezdjük akkor Vida Ildikóval. Mit szól ehhez a fejleményhez? Jó reggelt kívánok mindenkinek! Hát egészen elképedve hallgattam, bár persze lehetett tulajdonképpen azért sejteni, hogy ugye ő is érintett ebben a botrányban, de ami szerintem elképesztő az az, hogy azt gondolom, hogy ez még hihetetlenebb, hogy az ő felettesei, hogy a magyar kormány, akár a miniszterelnök, hogy erről nem tudott volna, tehát hogy erről ne számolt volna be nekik, és hogy mégis ugye eddig nagy hallgatás és tagadás övezte ezt az egész témát. A másik pedig az, hogy így adófizetőként azért azt gondolom, hogy nehéz úgy adót fizetni egy olyan kormánynak, amikor azt látjuk, hogy az adóhivatal első embere korrupciós botrányok miatt kerül kitiltásra Amerikából. Tehát én azt gondolom, hogy ez az adófizetési morált, és hogy egyáltalán az intézményekbe vetett, ha még egyetem van itt bárkinek hitelben az országban, akkor ezt még tovább amortizálja. Azt mondta itt az előbb ugyanebben a témában Csepregi Nándor, hogy ha az amerikaiak átadják a bizonyítékokat is, illetve hogy milyen információk alapján jutottak ők erre a következtetésre, akkor majd annak megfelelően vizsgálat indul, és kiderítik, hogy miről van szó. Amennyiben ilyen nem lesz, akkor viszont nincs miről beszélni. Maga Vida Ildikó azt mondta ebben az interjúban, hogy példátlannak tartja azt az eljárást, ahol minden féle konkrétum és bizonyíték nélkül keverik őt ilyen hírbe. Én meg azt tartom példátlannak, hogy ennyire elképesztően, hát Amerika tulajdonképpen szövetségesünknek tekinthető. Én azért nem nagyon tartom valószínűleg, hogy egyszer csak úgy ébredtek föl reggel, hogy akkor tiltsuk ki a magyarországi adóhivatal vezetőjét Amerikából. Egyrészt erre biztosan megvan az okuk. Én nagyon furcsának tartom, hogy ezt egy ilyen koncepciós eljáráshoz hasonlított a Vida Ildikó. Másrészt pedig szerintem a magyar hatóságoknak is kéne, hogy bizonyíték legyen a kezükben. Egyrészt ugye emlékszünk mondjuk Horváth Andrásra, aki a NAV kapcsán már számos esetben elmondta, hogy milyen konkrét korrupciós botrányok övezik a tevékenységét. Nála számos bizonyíték is található, és hát a magyar hatóságoknak is nyomozni kéne ezekben az ügyekben. Állítólag nyomoznak is. Hát de én akkor remélem, hogy találnak is megfelelő bizonyítékokat. Mondom, egészen elképesztőnek tartom azt a feltételezést, hogy mondjuk ok nélkül történik egy ilyen kitiltás Amerikából. És mi lesz akkor ön szerint, hogyha lezajlik valamiféle vizsgálat, nyilvánosságra kerül, hogy mi történt azokban az ügyekben, amelyek Horváth András zöld dossziéjából indultak, és az lesz az eredmény, hogy egyébként a NAV-val önmagában nincsen semmi probléma, és Vida Ildikó nem terheli felelősség. Hát szerintem ez egy elég hihetetlen eredmény lenne, ezt nem szeretném most így megelőlegezni. Őszintén remélem, bár mondjuk sok reményt nem fűzök hozzá, de nagyon jó volna, hogyha végre legalább ez az ügy, ez egy nagyon markáns ügy, ez adna némi lendületet arra, hogy ezeknek a korrupciós botrányoknak legalább egy részét tisztázzák. Hát most már elképzelhetetlennek tartja, hogy ne hújjanak fejek előbb-utóbb az adóhatóságnál. Én azt gondolom, hogy az lenne a minimum, hogy ezeknek az ügyeknek következménye legyen. Azt viszont látom, hogy az Orbán kormány mai Magyarországán egyébként hogyan zajlanak ezeknek az ügyeknek a felderítése, úgyhogy ezért vagyok kicsit szkeptikus, de remélem, hogy itt ez a fajta külföldi szövetségesi nyomás következtében azért valami történni fog. Le kéne mondani a Vida Ildikónak ezek után? Mert azt bejelentette most, hogy nem fog. Hát úgy látszik, igen, Magyarországon ez így működik, hogy egészen elképesztő vádak érik hivatalvezetőket, és ők úgymond nem mondanak le. Én azt gondolom egyébként, hogy igen, le kéne mondania, hiszen mondom már csak azért is, hogyha az adófizető fejével gondolkodunk, akkor nagyon nehéz úgy befizetni a hatalmas adóterheket, hogy közben az ember azt látja, hogy az adóhivatal vezetőjét micsoda korrupciós vádak érik. Beszéljünk a másik témánkról, egy tegnapi sajtótájékoztatón úgy fogalmaztak, a tizedes meg a többiek Igen. filmet idézve, ha jól sejtem, hogy az oroszok már a Spájzban vannak. Miért is? Igen, ennek ugye számos jele tapasztalható, itt a paksi beruházás kapcsán is nagyon sokat beszéltünk már az oroszokról, de most ugye Magyarország gázellátása és a gáztározás kapcsán történtek olyan törvénymódosítások, amelyek egyértelműen az orosz érdekeknek való megfelelést szolgálják. Hát ugye, például a déli áram
kapcsolatáramlat megépítését szolgálják. Igen, pontosan, és mindezt olyan módon, hogy úgy is lehessen vezetéket építeni, hogy ahhoz ne legyen szükség gázszállítási vagy gázüzemeltetési engedélyre annak a cégnek. Ugye azt kell tudni, hogy azért gázvezetékeket Európában nyilván egyfajta nemzetközi szabályozás alapján lehet építeni, hiszen ezek hatalmas pénzigényű beruházások és a geopolitikai viszonyokat is befolyásolják, ezért nem véletlen, hogy az Európai Unió is engedélyezi ezeket a terveket, illetve egy hosszú távú fejlesztési tervbe kell ezeknek illeszkedni. A mostani törvénymódosítási javaslat, ami ugye Mennyi Roland fideszes képviselő eredeti javaslatához, ezt Rogán Antal vezette gazdasági bizottság adta be, ez tulajdonképpen azt teszi lehetővé, hogy olyan cég is építhessen Magyarországon gázvezetéket, ami nem rendelkezik ezzel a gázszállítási engedéllyel, és ezért tulajdonképpen nem kell megfelelni ezeknek a szigorú Európai Uniós szabályozásoknak. De Brüsszelből is azt mondták egyébként, hogy önmagában ez a módosítás nem sérti az uniós jogot. Egyébként meg tudjuk, hogy a déli áramlat megépítésében nem csak Magyarország érintett, hanem más európai országok is, mondjuk például Ausztria. Igen, és elég nyomos érvnek tűnik a diversifikáció mellett az, hogy Ukrajnában most olyan a helyzet, hogy az a vezeték, ami rajtuk keresztül jön, az lehet, hogy tényleg kockázatos, tehát nem biztos, hogy csak a források tekintetében kell megteremteni többféle lehetőséget, lehet, hogy önmagában az is biztonsági kérdés, hogy több csövön. Igen, alapvetően ez így van, ugyanakkor azért azt is láttuk, hogy korábban például a Bulgáriában megépítendő szakasz kapcsán lépett fel az Európai Bizottság, hiszen azt gondolom, hogy ettől függetlenül úgy kéne megépíteni ezt a vezetéket, hogy megfeleljen az aktuális szabályoknak. Itt például az Európai Unió azért azt is elvárja, hogy ehhez a gázhoz szabad hozzáférést kapjanak más országok is, illetve hogy piaci alapon legyen majd az ár meghatározva. Manapság meg ugye azt látjuk, hogy Oroszország szereti hát haveri alapon geopolitikai érdekei szerint meghatározni a gázárakat, illetve van itt ugye még egy része ennek a törvénymódosításnak, ez pedig az, hogy a magyarországi gáztározó kapacitásokat Oroszország, a Gazprom úgy használhatja, hogy ehhez utána az itt tárolt gázt kereskedelmi engedély nélkül átruházhatja, ez azt jelenti, hogy ezután mondjuk nem kell adót fizetni az így eladott gáz után. Ez is ugye felmerül, hogy amikor ugye nem olyan régen elég magas áron államosította Magyarország ezeket a gáztározó kapacitásokat, hogy akkor ezt most vajon azért tette, hogy ezt utána így nem tudom, a Gazprom itt tárolhasson gázt, vagy ezt a saját érdekeink miatt tettük. Persze elképzelhető, hogy a mi érdekünk, hogy jobban legyünk a Gazprommal, ez kizárt? Nagyon sok olyan lépést tesz ma Magyarország, ami azt célozza, hogy jobban legyünk a Gazprommal. Én azt gondolom, hogy Magyarországnak persze nem kell nem ezeknek a geopolitikai csatározásoknak a közepében kéne lenni, de azért nem kéne egy oldalúan. És Magyarország egyébként nagyon nagy mértékben függ eleve is a gáztól. De egyébként ez a probléma valóban. Tehát én azt gondolom, hogy Magyarországnak, egy kisebb országnak egy ilyen helyzetben mindenképpen hosszú távon arra kéne törekednie, hogy a önállóságát az energia tekintetében elérje, és nem az orosz függést kéne erősíteni. Egy kormánypárti politikus azt mondaná erre, hogy Paks 2 például részben erről szól. Igen, ezt szokták mondani, de tudjuk azt, hogy Paks 2 is az orosz függést erősíti. Egyrészt maga ugye a beruházás az orosz cégek által kerül majd végrehajtásra, másrészt ugye tudjuk, hogy a fűtőelemek tekintetében, vagy a használt fűtőelemek elhelyezése tekintetében is hogyan függünk Oroszországtól. Az együttműen már nagyon sokszor elmondta, hogy a megbújuló energiaforrások fejlesztésére kéne minden erővel koncentrálni a Magyarországnak, hiszen ez az egyetlen a demokratikus, decentralizált és diverzifikált, tehát a változatos megújuló energiaforrások, ez az egyetlen út arra, hogy hosszú távon energiafüggetlenséget érjünk el, és természetesen az energiahatékonysági beruházások, tehát az, hogy ahogy minél kevesebb energiát tudjunk felhasználni. A sajtóban mostanában sokat lehetett arról olvasni, hogy a magyar-amerikai viszony megromlásának egyik oka az is lehet, hogy szóba került, hogy a MOL esetleg értékesítené a horvát INA-ban lévő meghatározó részesedését, mégpedig a Gazprom számára, és ezt az Egyesült Államok elfogadhatatlannak érezné, amennyiben bekövetkezne. Önök mit gondolnak erről? Azt gondolom, hogy ez elképzelhető, és az, hogy a magyar-amerikai viszonyokra hatással van az a nagyon egyoldalú kedvezés tulajdonképpen, amit Magyarország és a magyar kormány részéről látunk Oroszország felé és a Gazprom felé. Azt gondolom, hogy ezek a sok egyes ilyen lépések, ezek igen mind hatással vannak.
elítélnék, hogyha a MOL értékesítené az INA részvényeket, mégpedig a Gazprom számára? Én azt gondolom, hogy ezt a lépést sokféleképpen lehetne értékelni. Mindenképpen veszélyesnek tartom, hogyha minden egyes olyan lépés, tehát minden lépés, amit Magyarország energiapiaca kapcsán teszünk, az a Gazprom számára kedvez, és hogyha nem veszük figyelembe egyébként akár az amerikai, vagy akár az Európai Uniós véleményeket, mint ahogyan ezt most a jelenlegi módosító kapcsán is láttuk. Egy másik ilyen vitatott lépés volt, amikor leállítottuk Ukrajnába a gázszállítást, azok után, hogy Alexej Miller itt járt Magyarországon, ő a Gazprom vezetője. Azóta egyébként született egy ár megállapodás az ukránok és az oroszok között. Most utólag hogy értékeli ezt a történetet? Azt gondolom, hogy különösen furcsa volt ez a lépés, amikor egyébként az orosz-ukrán konfliktus kapcsán a magyar kormány mondjuk a kifejezte aggódását például a kárpátaljai magyarok sorsa felől, ami teljesen jogos, és hogy nekünk ezzel nagyon komolyan kell foglalkoznunk. Ugyanakkor, amikor az ukránok felé a gázellátást megszüntettük, akkor mondjuk ez nem merült fel, hogy esetleg ez az ott élő magyarok életére is negatív hatással lehet. Tehát én azt gondolom, hogy ez is egy olyan egyoldalú lépés volt, ami szerintem kritizálható, attól függetlenül, hogy most utólag mondjuk Ukrajnának sikerült megállapodni Oroszországgal. Önöknek nem sokára taggyűlésük lesz, és ezzel kapcsolatban azt találgatja a sajtó, hogy együtt maradnak-e az együttel, mármint a PM. Mire számít? Érdekes, hogy ezt találgatja a sajtó. Én azt remélem, hogy most így a három, ugye ebben az évben három választáson vagyunk túl, és nem mondanám azt, hogy ezek olyan igazán sikeresek lettek volna számunkra, illetve az ellenzéki pártok számára. Szerintem nagyon sok mindent át kell gondolni, és azt, hogy mi az a stratégia, aminek mentén akár a Párbeszéd Magyarországért fel tud készülni arra, hogy az Orbán kormányt mégiscsak leváltsa, most már ugye 2018-ban, hiszen nekünk továbbra is ez a fő célunk, és az, hogy egy olyan hiteles, baloldali zöld politikát kínáljunk a társadalom felé, ami aztán akkor át is megy. Tehát ezek azok a fő kérdések, azt hiszem, hogy amikkel ezen a taggyűlésen foglalkozni fogunk. Lehet, hogy ez a stratégia különvállást is magába foglalja, de meglátjuk, hiszen a hétvégén lesz ez az esemény. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.